Május 1-én hagyományosan visszavárt esemény a Rüdiger-tavi horgászverseny a Komáromi Horgász Egyesület szervezésében. Az időjárás talán nem kedvezett, erős, hűvös szélben voltak kénytelenek pecázni a helyi horgászok, de úgy tűnt, ez nem volt olyan zavaró tényező, így is szép számmal neveztek az idei versenybe. Több mint 30 versenyzőnk van az idei évben. Nagyon remélem, hogy ismét sikeres lesz. Mi erről a körülményekről, ami rajtunk múlik, arról gondoskodtunk. Hát az időjárás olyan, mint mindig május 1-én. Rengeteg halunk van a tóból, de ezt nem nagyon merem elkiabálni. Tehát tavaly év végén is sokat telepítettünk, és az idén már kétszer telepítettünk. Most a második telepítés most a verseny előtt történt, úgyhogy a horgászoknak igazán lehet horgász szerencséjük. Milyen módon lehet horgászni, hány bottal, és hát milyen felszereléssel? Több kategória van, ezért a kategóriáknak megfelelően más-más horgászeszközzel is lehet horgászni. Mindenképpen egy bottal lehet horgászni. Az amatőr kategóriában úszós készséggel lehet, a versenyzői kategóriában pedig rakós bottal. Gyerekek vannak-e jelen most az idei alkalommal? Vannak, de igazából ez a verseny nem a gyerek versenyzőknek szól, hanem inkább az ifi és a felnőtt kategóriának. A Komáromi Horgász Egyesület május 1-i pecás megmérettetésén egy hölgy horgász is próbára tette szerencsejét. A megmérettetésre számos irányból érkeztek horgászok, hiszen a lehetőség nyitott volt bárki számára. Almásfüzitőről, Nagyigmándról, Ácsról, Szlovákiából, és ismét visszatértek a kínai versenyzőink is. Van 3 kínai versenyzőnk. A horgászverseny folyamán a nagyfogásoknál is intéztek külön mérést, hiszen a megmérettetés a mennyiségről szólt. Az eredmény hirdetéskor a városvezető is tiszteletét tette, hogy gratulálhasson a legeredményesebb horgászoknak. Szinte már az idők homályába veszik, hogy 5 évente az előző 5 év munkája alapján kitüntetést szoktunk átadni az egyesületi tagok legjobbjainak, aki többet tesz, mint ami elvárható egy horgász egyesületi tagtól, illetve külsős személy részére is, aki a horgász egyesületet, hogy mondjam, támogatja. És most a 70. évforduló alkalmából a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés úgy döntött, hogy a Komáromi Horgász Egyesületért plakettet az idén a városunk vezetője, dr. Molnár Attila kapja. Amatőr ifjúsági kategóriában a legeredményesebb volt Szíj Ferenc Zsombor 7510 grammal, amatőr felnőtt kategóriában Hetényi Dávid 13980 grammal lett első. A versenyzői felnőtt kategóriát Horváth László nyerte 26 kg-mal. A Komáromi Horgász Egyesület legeredményesebb versenyzője Gyöngyösi Tamás lett, kinek 7100 gramm mennyiségű hal akadt horgára.